Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek, és velem van Boris from Russia, Matyi from Budapest, és velünk van még a Vape Monkey-nak az Autumn Storm Cloud Chaser likvidje. Annyit írnak a weboldalon, hogy ez 80% végés, és csuda lesz, 6-os nikkel küldték, Isten csapása ez az angol. Hiába mondtam neki, hogy 3-ast küldjön, 6-ost zavart el hozzánk. Azt mondja, hogy az őszi gyümölcsös ízek lelhetőek fel benne, az érett alma, és mi a másik? Falevél, nem. Szeder. Szeder? Igen, érett alma és a szeder, úgyhogy az előző videóból okulva Matyi már megdrippentette a cuccait. Most jövök én. Ez könnyű nyomni. Ez jó anyagban van nagyon ez a flaska. Majd az elejt szad még ide. Mindjárt. Hú, ez tényleg 80 végén. Nem tudom, hogy mikor fogja Boris megszokni, hogyha valami a szájában van, akkor ne beszéljen. Az lehet, hogy szoktad, csak senki nem érti. Tényleg 80 végé, mert nagyon tömör az anyag. Oké. Okay. Matthias. És feliratozni is. Mi ez falon sűrűnek mondjuk. Remélem jó az ízkő. Oké, okay, fakje, fakje. Illatra engem a legelső elektronikus cigimre emlékeztet az a... ilyen... valami jázminos... Húha! Hm? Érdekes az illata. Kicsit mű. És Cloud Chaser, ugye? Cloud Chaser-ség. Na, kezdjünk neki. 3, 2, 1. Jó, hát a felhő már kergetődik. De az íz az még nem képződik nálam. Egy az egyben azt az ízt érzem, mint a legelső cigi formájú elektronikus cigimnél. Bocsánat, az még csak elektromos volt. Hát ebben hol az alma? Én érzem benne. Igen, lehet érezni egy picit, de ezt az olcsó almát. Tudom, aranyalma. Hasonlít nagyon a vízipipából, az a jellegzetes két alma. Igen, a jellegzetes két almára, de mielőtt bárki elrohanna érte, hogy megrendelje, ne tegye, mert azért más. Mi van, stoppol a hatos? Igen. Csak szívni kell. Ahogy megmondták a nagyok is. Ja, 6 mg. Biztos ez kaparta. Fújt ki, hót! Fújt ki! Úgy felmelegedett, egyre jobban ízlik egyébként. Nekem megjöttek az ízek. Pár látod, itt ez az ízlik. Ebből jön az íz. Pár csepp a számban. Jó, ez nekem old school íz. Jó. Hát ilyen vízipipás. Tényleg egyébként vízipipás eléggé. Vízipipás feelingje van. Na de meg, akkor kitaláltuk, tudom, hogy ez milyen alma. Teljesen vízipipás feeling a Legal Vape 4000-ből. TC módban. TC? Nem, szerintem formaldehid módban jobb. Kúra vízipipás. Na, én elmondtam, én felfedezem benne az almát, de azt az almát, amit egyébként magyaroknál így szagol bele, így is. Köszönöm, hogy belemutattad az orromba, miközben beszélek. Magyarok. Tehát mikor magyaroknál nálunk ezt anno az olcsó likvideknél aranyalmának hívtuk, na azt éreztem, azt a másik bogyósat nem. Nem. A gőzemek, hát jó, hogy szabadtérben vagyunk, és viszi az éren, hát mondjuk egy olyan 5-10 méterre még mindig elszáll. Igen, ott még mindig ott van. Kamera mögött.
Nincsen baj a gőzével, de hát miért is lenne, hiszen 80% végét tartalmaz, tehát illendő neki ekkora gőzt adni. Én ízre adok neki egy 67-et, gőzre pedig megkapja tőlem a 82-t. Matyi? Én most bajban vagyok egyébként, kicsit azt mondom, hogy elfogult vagyok, mert most főleg, hogy itt ülünk, ezekre a füllet nyári vízipipázásokra emlékeztetőkre ez az íz. A sztori további részeire nem vagyok. Milyen füllet nyár? Hát amikor benn ültök a szobába a haverokkal, tudod, tiszta izé, füst az egész mindenség, mit tudom én, egy hideg limonádét szürcsöltök, engem így arra emlékeztet most, és adnék rá éppen ezért 69-et. Csak azért, mert Csáli nem szokott 69-et. És ma azért ez a, függes, ez a függetlenségtől a füllettségről ugrott be, mi? Igen, igen, a füllettségről és az izzadtestek összesimulásáról. Ami most is épp történik itt. Igen. Szóval... At the moment. At the moment, right now. A gőzére, hát nincs vele semmi probléma, adnék 97-et. A betyár mindenségit. Megszokhattátok már, hogy Matyi, a mi csonka picink, ő mindig mindent fölpontoz egy picit. Te jössz? Csonka pici. Hát nekem az ízére így tényleg egy ilyen nagyon vízipipás. Alma jobban kijön, az a szeder, vagy mi, amit írtak, az egyáltalán nem. Lehet, hogy abból kevesebbet raktak bele. 100-ból az ízre adnék egy olyan... Legyen 60. Mert azért, aki szereti az ilyen almásot, az nyugodtan megveti. Vagy az ilyen vízipipás feelinget. Gőzre simán adok ilyen 98-99-et is, mert az van neki teljesen. És én még úgy, hogy ránézésre ebben már nincs sok, de még TC-n így is baromi sok ott ki lehet bőle szívni. Ízle mondjuk már nem lesz semmi. Otthon nem szeretné az asszony ezt a likvidet. Ezt otthon nem szeretné. Szobában. Biztos. Szobában, mert itt még most is lehet látni a kamera mögött. Úgyhogy íz nálam nem annyira jött be. De hát Cloud Chaser, tehát mit akarunk ízben? Ja. Túl kellett volna nekik nagyon durván aromázni, hogy 80 végébe. Mondjuk arra is kíváncsi lennék, hogy így mennyi aroma van benne, hogy érzünk valamit egyáltalán 80 végénél. Úgyhogy... Ez tényleg Cloud Chaser. Szívnátok? Nem. Én igen. Mindegy. Nem Matyi fogja megkapni. Valaki más. Egyszer csak. Vagy nem. Ennyi lett volna az e-cigi tesztek. Vape Monkey Cloud Chaser Edition-je. Autumn Storm. Ha pedig a csatornára szeretnétek feliratkozni, azt Boris kidolgozott felső testén tehetitek meg. Az előző videókat Mátyásunk mellkasán tudjátok megtekinteni. Rám meg, ha kattintotok, semmi nem történik. Mielőtt befejezett, azt azért említsük meg, hogy ez pont azért, amiért ilyen sűrű integráltakba nem nagyon kell így ész nélkül locsolgatni, mert nem biztos, sőt én... majdnem biztosra veszem, hogy nem fog jól letetni. Én azt mondom egyébként, hogy próbálják meg, mert azért hát nézd jó, meg, de most annyira nem ez... van itt. Annyira, igen, de most belerakod egy integrátba, és szívod nyáron a 35 fokban, ugyanaz lesz. Hát. Föl fog úgy melegedni az a kazán, télen hogy... ne használjátok. De egy hogy... protonk vagy egy CN4 szerintem nem fog vele jól letetni egyébként. 70-30-al is küzdik. Na, ennyi lett volna a Vape Monkey, úgyhogy... A két csatorna, illetve az előző videók, ahogy mondtam, nézegessétek az oldalt, rengeteg cikk, hamarosan mindenféle okosságok Blackitől, tőlem, illetve Matiasztól egy haladó kurzus, ha mondhatjuk ezt így, bár még két adaggal hiányos. Egyel már csak. Igen? Oké. Úgyhogy hamarosan az is jön, addig pedig bogarásszátok a régi liquid teszteket, készülék teszteket, kazánokat, és aztán próbáljatok megbékélni a gondolattal, hogy vége van a nyárnak. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!